The following testimonials were given at the end of the Level 3 training for real estate agents in Budapest, Hungary, October 2015. A következőkben hallhatjuk a résztvevők megjegyzéseit a tréningünk után 2015. október 9-én. Sziasztok! A tegnapi nap egy érdekes nap volt, legalábbis számomra. Én viszonylag elég régen foglalkozom ingatlan forgalmazással, és a tegnapi nap bizonyos dolgokat erősítettek meg bennem, amiket már korábban az elmúlt mondjuk 7-8 évben használtam, ami talán egy kicsit eltérő a régi vagy hagyományos Magyarországon hagyományosnak nevezett piactól, és ezekre én azt gondolom, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni, így a tanfolyamban szereplő bizonyos rendszerek, bizonyos alapvetéseket egy kicsit komolyabban kell használnunk a mindennapokban, és hogy ez milyen gyorsan vagy milyen intenzitással fog bevezetődni a piacra, az valószínűleg attól fog múlni, hogy hányan, vagy azon fog múlni, hogy körülbelül hányan fogják ezt maguknak vagy magukra tartva érvényesnek érezni és bevezetni ezen a piacon. Ezt követően ugyanígy a piac is, tehát gondolom itt vevőkre, adókra, és használni fogják. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy fejlődés előtt vagyunk, hogyha ezekből a rutinokból, tapasztalatokból és eszközökből használunk. A nevedet is mióta vagy? Pap Mihály vagyok, és megközelítőleg 14 éve foglalkozom ingatlanforgalmazás és First Team ingatlan irodával. Volt valami új dolog, amit te most tanultál? Volt új dolog, amit én tanultam, de én inkább úgy fogalmaztam, hogy ez az új dolog, ez valamilyen használt, már korábban használt dolgaimnak a megerősítése, kibővítése volt. Nem teljesen új dolog, hisz mi egy elég komoly vagy hosszú időt töltöttünk már el a Remax kötelékébe, így innentől kezdve az Amerikában használt eszközökben viszonylag sokat építettünk már benne a pirokinumban. Popovné Krisztina vagyok, 9 éve dolgozom aktívan az ingatlan szakmában, ingatlanosként. A tegnapi napi tréning nagyon hasznos volt a számomra, elhangzottak olyan kulcsmondatok, amit egészen biztos, hogy bele fogok tudni építeni a munkámba. Nagyon fontos dolgokat mondtál István a jutalék megvédésével kapcsolatban, hogy hogyan tudunk érvelni az ügyfélnél, illetve konkrét példát adtál arra, hogy hogyan kell elvenni a vásárlás lehetőségét az ügyféltől, hogy még inkább akarja azt az ingatlant megvenni, amit ténylegesen mi is jónak találunk az ügyfélnél. Ezen felül nagyon sok hasznos dolgot mondtál, de ezt a kettő dolgot szeretném én kiemelni, mert az én munkámhoz ez az, ami még szerintem pluszba kell. Jó, Halama Orsolyának hívnak, a City Kertel ingatlan irodánál vagyok, dolgozom, mint irodavezető, illetve saját jogon ingatlanokat is értékesítek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember folyamatosan képezze magát. 14 éve vagyok a szakmában, és gyakorlatilag mindig, minden évben valamiféle képzésekre elmegyek. Azt gondolom, hogy ez az István és Sharon által tartott és nyújtott képzés sok esetben és sok momentumban megerősített, és egy visszacsatolást, egy visszaigazolást adott arra, hogy az, amit csinál az ember, az mindenféleképpen hasznos és jó, és úgy kell csinálnia, ahogyan teszik, etikusan dolgozni, ügyfélközpontúan, az ügyfeleket folyamatosan keresni, akár kopogtatással, akár telefonon keresztül, és gyakorlatilag mindig figyelni az ügyfelekre, és folyamatosan kérdezni és kommunikálni velük, ez a szakma egyik alapja. És gyakorlatilag nekem, ami nagyon tetszett a tanfolyama, és kiemelném, ez a staging, a színpadra állítás. Nagyon sok hasznos információt hallottam, amit gyakorlatilag a magyar ingatlan piacon nem feltétlenül úgy és oly mértékben tudunk megoldani, mint azt Amerikában, de azon vagyunk, hogy minél inkább teljesebbé tudjuk ezt is tenni az ügyfeleink számára. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, nagyszerű volt, és volt egy információ, talán jövő májusban ismét jönnek egy színpadra állítással, azon mindenféleképpen szeretnék részt venni. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Misznár Zsuzsa vagyok, a Lakáspont ingatlan irodától, és ami nekem új volt tegnap, ez a tölcséres dolog, igen, és a karavánozás. Mert igen, én erről a szóról, mint karavánozás, nem is hallottam. Igen. Úgyhogy nekem ezek nagyon tetszenek, úgyhogy
én ezt a kettőt biztos, hogy használni. És az ügyfélkeresési technikák közül melyiket használsz? Én többfélét, én csinálom a hideghívást, akkor az ismeretségi körömben, akivel már találkoztam, igen, azoknak elmondtam, és ebből már van megbízásom, igen, és a másik, amiből szintén van megbízásom, hogy az utcán megyek, figyelem az ablakokat, mert nagyon sok ember nem hirdet sem újságban, igen, sem interneten, hanem ő a lakásának, aha, az ablakába kirakja a telefonszámot, vagy eladó lakás, vagy kiadó, és én ezeket is felhívom. És ebből jött, tehát ehhez, amit te csinálsz, ehhez adtunk valamilyen információt, ami segített? Hát végül is igen. Melyiket? Tud-e valami példát esetleg? Hát mondjuk a lakásbemutatás. Igen. Meg a, én angolul nem tudok. Magyarul nyugodtan. Melyik is, mert végül is több dolog van. Milyen párbeszéd? Az, hogy a lakásokat hogy lehet feldobni. Igen. Mert ez Magyarországon szerintem nem biztos, hogy lehetséges. Igen. Viszont, hogyha pénzt nem is akarnak belefektetni, akkor talán az átrendezés az megoldható. Persze. Jó, mert köszönöm szépen akkor. Hát nincs. Landos Anikó vagyok, és a Buda City Card teloktatás igazgatóiként dolgozom 5 éve. Rendszeresen tartok tréningeket. Kifejezetten kíváncsi voltam szakmailag arra, hogy Istváné tréningje mit ad. Mindenkinek javaslom, feltétlenül szerezzék meg a tréningre a bejutási lehetőséget. Én ma, amit kiemelnék ebből, az a kiválasztási folyamat után bekövetkező szembesítési ábra, amit én feltétlenül szeretnék a cégünknél a tulajdonossal bevezetni a jövőben. És nagyon köszönöm a lehetőséget. Demencs Attila vagyok, sziasztok! 15 éve ingatlanozom. Az Istvánékkal 2001-ben találkoztam, azaz 14 évvel ezelőtt. Az életemet meghatározta az ő jelenlétük a magyar ingatlanpiacon, és a mai tréningen megerősített abban, hogy igenis jó úton járok, és jó úton halad az egész ingatlan közvetítő piac. Igen, köszönjük, és valamit, amit ma megemlítenél, hogy mit tanultál? Elkötelezettség. Az elkötelezettség az rendkívül fontos, és az, hogy mondják, az univerzum, az a vonzás törvénye, hogyha valamit kimondasz, leírsz, és hiszel benne, teljesen mindez, hogy csinálod, ha hiszel benne, akkor az működni fog. One of the things that we would like to do now is we would like to